hív már minket ilyen korán. Halló, Claudia Fögel. Ó, Pia, te vagy az? Mizus, nagyon fontos ez. Nem tudjátok Annával a suliban ezt megbeszélni? Jó, akkor megkeresem. Szerintem fent van valahol. Oké, mi is kell ma a suliba? Matek papírok, meg ez is még. Szia, Anna, telefonod van. Telefonom, ki az? Valami fontos dolog. Oké. Szia, Pia, mi az? Mindjárt találkozunk a suliba. Mi? Hogy Dave? Mi van vele? Hogy melyik édességet szereti? Ma megijesztettél. Minden édességet szeret. Jó van, akkor találkozunk nem sokára. De ezért nem kellett volna felhívnod. Na, szia! Minden oké, és Piával olyan idegesnek tűnt, nem? Nem tudom. Igen, anya, persze, csak tudod, mióta együtt vannak Dave-vel, azóta kicsit rágörcsül erre a témára. Na, mentem, szia! Dave és Pia együtt vannak? Le vagyok maradva. Szia! Na, mit akarsz itt? Mi már várunk Annára. Én is várok. Nem köszönhetek neki, vagy mi? Nem, majd mi. Ó, már jön is, nézd! Ó, sziasztok! Micsoda fogadóbizottság! Figyelj, minden okés? Persze, én csak tudod, én vagyok a barátod, és szerettelek volna elsőként üdvözölni. Ó, Filip! Ó, Ricardo is jön, nézd! Hello, Becky! Minden okés? Hú, na kezdem magam rosszul érezni. Ó, sziasztok! Miért is vagy rosszul? Á, Dave, szia, jó reggelt! Hé, egy ölelés elég lesz, nem? Nem, Pia? Igen, bocsi. Pia, megyek, valamit elő kell készítenem az órára. Na, szia! Hanna, láttad ezt? Mit? Ne halli, Filipe voltam elfoglalva. Nem már, olyan izék vagytok! Mire gondolsz? Semmit nem csináltunk. Mindegy, megyek fel, csináljatok, amit akartok. Szerintem most Pia megsértődött, de nem tudom miért. Na, megyek, megnézem. Na, gyertek, menjünk, kezdődik az óra. Hé, neked már tört el valamid? Nem tudok róla. Miért? Hát olyan fura. Nézd már. Ne, kösz, inkább nem. Már ettem. És meddig lesz gipszben? Pár hét, ugye? Remélem, senki nem kérdez rá erre a Ding Dong koncertre. Csak ne. Hé, Tessa, Mizu amúgy a koncerte, kifizettük a jegyeket, de nem kaptuk meg őket. Hol vannak? Ha nincs koncert, kérjük vissza a pénzünket. Hát persze, anya majd átutalja a szüleiteknek a jegyárát, ígérem. Remélem is, hogy nem állt fel is az egész. A szüleink sokat dolgoztak ezekért a jegyekért. Hé, Pia, mi volt lent az előbb? Meg akartam kérdezni. Csak meg akartam puszíni Dévet, de nem örült neki. Tuti, megpróbáltad? Hát persze, de nem akarta. Inkább elment. Pia, ugye nevet fel. Még csak most jöttetek össze. Lehet, hogy kell neki idő. Tudod? Úgy gondolod? Hát lehet. Szép jó reggelt! Micsoda csodás nap a mai. Kezdjünk matekkal! Jó reggelt, tanár úr! Nagyon ne veszegessük az időt. Hé, Hanna, szerinted jó ötlet lenne, ha Dévet megkérdezném, hogy átjön-e hozzánk ma? Igen, szerintem jó ötlet, legalább jobban megismerjtek majd egymást. Hé, Hanna, nem kellene megválnunk Piát és együtt menni a szünetre? Nem, Dévvel van megbeszélni valója, tudod. Na, gyere, menjünk. Talán ma én is tolhatom a tolókocsit. Hé, Dév, várd már! Szia, Pia, bocsi a reggelért, azt hittem csak meg akarsz ölelni. Tudod, nem probléma, nem minden okés. Egy új gerlepár a suliban, milyen izgalmas! Dave, azt akartam kérdezni, hogy ma délután lenne kedved velem hazajönni? Ma délután? Ma nincs semmi dolgom, úgyhogy okés, rendben. Pia, az mindig szuper, hogy hátjönnek a barátaid. Ugyananya, tudod, Dave-vel mindig is haverok voltunk, de most ő már a barátom. Hát életem, akkor meg mindenképpen meg akarom ismerni őt. Ugyan már, anya, nyugi, ne hozz kellemetlen helyzetbe, inkább hagyd minket kettesbe. Már csengetek is, megyek, nyitom az ajtót. Nem már, anya mindig bekavar. De apa, nem kell itt állnod, köszi, hogy elhoztál, oké? De miért? Nem ismertem meg Pia anyukáját, akihez elhoztalak? Nem értelek. Na, de persze, semmi gáz. Okés. Jó. Hello, jó napot. Szia, Dave, és maga Dave apukája, ugye?
Az iskolai fesztivál már találkoztunk, így van, volt már nálam a rendelőben? Még nem. Fogorvos, igen, maga fogorvos, tudom már. Hát amennyiben fogorvosra van szüksége, nyugodtan jöjjön hozzánk, mondom, sem kell, a legjobbak vagyunk itt. Ó, Jézusom, ezek a szülők és a beszélgetéseik. Na gyere, Dév, bemegyünk majd itt hátul. Wow, és az a lépcső a te szobádba vezet fel? Cool. Pontosan, minden finom édességet felhoztam neked, kekszek, gumicukrok. Hanna azt mondta, hogy mindet szereted. Ó, igen, ilyen volt a Nohannáiknál is. Ez egy fahéjas csillag. Karácsonyi süti? Meg akarsz mérgezni? Ó, dehogy is, miért mondod? A barátom vagy, és szeretjük egymást. Tudom, Csia, Pia, csak vicceltem, neved már komolyan. Á, oké, ide le tudsz ülni a szófára. Oké, nagyon kényelmes, köszi, csak a tévé hiányzik, de mit fogunk csinálni? Nem tudom, mit nincs fent tévé? Talán megcsokolhatlak? A Pia, nem már! Már megint rosszat csináltam? Bocsi, Dév. Sziasztok, csak meg akartuk nézni, hogy minden oké, se hozhatok valamit inni, vagy rákcsálni valót? Nem, köszi, de mit akartok itt? Csak el akartam köszönni Dévtől, olyan gyorsan leléptetek ugyanis. Dév, minden oké, és veled olyan furán nézel ki. Persze, minden oké, apa, csak közben eszembe jutott, hogy ó, elfelejtettem valamit otthon. Tudod azt a játékot, tudod, apa, melyiket? Nem vagyok benne biztos, de ha haza akarsz jönni, oké, ez volt egy rövid látogatás. Ó, anya, nem már elment, Dév. Mindent elrontottam, amit csak lehetett. Nem jön többé, de tuti. Ugyan már, Pia, te egy csupa szív kislány vagy. Minden rendbe jön. Lehet, hogy még a volt barátnőjére, Hannára gondol. Gondolod, hogy szerelmes lehet bele? Ó, ne!